Orosz Miklós, Clevelandi születésű, a Cleveland State University 3-as végzettsége van. Számtanból, matematikából, lingvisztikából, nyelvtanból, és vallástanból, religious studies. Szabad idejében történész, és ő az, aki megmentette ezt a követ. Az Egyesült Magyar Egyletek jegyzője, fogadják szeretettel Orosz Miklós. Köszönöm, Endre. Először röviden szeretnék beszélni a Mikisporti Szent István templom történetéről, és utána megmagyarázni, hogyan kerültem ebbe az alapkönyv megőrzési ügybe. Érdekes kapcsolatok vannak a Mikisporti és a Clevelandi magyar katolikus közösségek között. Mint Clevelandben az itteni magyarok, vagyis a Monongahela-völgyi magyarok először együtt imádkoztak a szlovákokkal. 1895-ben főtisztelendő Gaspari Kálmán atya alatt építettek templomot Pittsburghben, és ennek a templomnak a neve Szent Erzsébet volt. Ismét mint Clevelandben, ahol az itteni magyarok elhagyták a közös szlovák-magyar templomot, a Szent Lászlóról nevezett templomot, ami nem volt messze innen a Holton Avenue-on, az ottani magyarok is döntötték, hogy inkább külön templomot akarnak a szlovákoktól. Ebben az ügyben a Cleveland Szabadság újságnak a szerkesztője, Kohányi Tihamér nagy szerepet játszott. Tudomásom szerint ő tartotta az első találkozót az Amerikában lévő magyar katolikusoknak, amikor 1897. novemberben Gyűlés hívott Clevelandben a Szűz Mária magyarok patronája a Római és Görög Katolikus Szövetség nevében. Ennek a betegsegélyző intézménynek több fiókja volt olyan helyeken Amerikában, ahol már nagy magyar közösség volt. Tudjuk, hogy azon a gyűlésen képviselők voltak Mikisportból és Pittsburghból is, és egész biztos, hogy azon a gyűlésen kérték meg a Monongahela-völgyi magyarok a Kohányi segítségét a templom alapítási ügyükben. Másodlagos források szerint Kohányi beszélt a Monongahela-völgyi magyarokkal, és beindította a templom építési alapot $25 adományával. Amikor a közösség már $650 összegyűjtött, Kohányi írt a Kassai Egyházmegye püspökének, Bubics Zsigmondnak, és kérte, hogy küldjön a pennsylvániai magyarok számára egy papot. Ez a pap 1899. augusztusban érkezett Mikisportba, és neve Kovács Kálmán volt. A első szentmiséjét a közösséggel tartotta a Szent István napján 1899-ben, és a templom a Mikisporti Szent Péter templomban tartották szentmiséjüket, ameddig fel nem tudtak építeni saját templomukat. Telket vásároltak április 1900-ban, és szeptemberben tették le ezt az alapkövet. Egy év alatt felépült az a templom, és a megszentelését augusztus 25-én tartották, 1901-ben, és majdnem 5000-en vettek részt ebben az ünnepben. A közösségnek csak 4 plébánosa volt, az első a már említett Kovács Kálmán atya, és őt a Böhm Károly atyával együtt, aki ennek a templomnak az alapítója volt, a magyar katolicizmusnak az oszlopjai Amerikában hívhatjuk. Mind a két pap missziós munkát végeztek Amerikában, és több helyeken alapítottak magyar katolikus templomokat. A missziós munkája mellett a Kovács atya szerkesztő volt, és kiadott 3 különböző folyóiratot, az első Magyarok csillaga, a második az csak egy kis füzet volt, pár lapos füzet, de akkor utána egy egész újságot kiadott, és annak a neve Magyar Zászló volt, utána Magyar Katolikus Zászló. Kálmán atya a közösségnek
vásárolt helyet egy temetőre 1911-ben. Sajnos azt a temetőt 2010-ben a Pittsburgh egyházmegye becsukta, és leverték a sírköveket, és engedték, hogy a fű nőjön, úgyhogy most sajnos nem lehet ezt a temetőt meglátogatni. De talán a legnagyobb tetet, amit tett a itteni magyarságnak 1912-ben, amikor Sopronból Amerikába hozta az isteni megváltó nővéreket. Ezek a nővérek több magyar katolikus iskolában tanított itt Amerikában, Pennsylvania államban, Buffalo-ban és itt észak-kelet Ohio-ban. Itt Clevelandben mindhárom templomnak az iskolájánál tanítottak, a Szent Erzsébetnél, Szent Imrénél és a Szent Margitnál. És a Lander Roadon volt egy öreg otthonuk, és azt majd a Szent Margit templom átvette. És ott volt a magyar, tudomásom szerint, ott volt a magyar katolikusoknak az első búcsúzás helye. A következő plébános Ráti János volt, és az ő idejében a közösség épített egy katolikus iskolát 1931-ben. A harmadik plébános Novák Raymond atya volt, és az ő idejében több 56-os családot támogattak, és azok csatlakoztak a templomhoz. Az utolsó plébános, mindig elfelejtem nevét, meg kell néznem, Katon István volt, és ő 1962-től szolgálta a közösséget, majdnem 44 éven át. Amikor ő átvette a templomot, már nagyon kezdett változni a McKeesport város, és annyira, hogy be kellett csukni a templomnak az iskoláját 1967-ben. Mindszenti Bíboros 1974 látogatót tartott a McKeesportban, és kérte az ottani magyarokat, hogy nyissanak magyar iskolát, és ezt meg is tették. Sajnos már nagyon kezdett csükkenni a hitközségnek a száma, és a Pittsburgh egyházmegye döntötte 1993-ban, hogy szeptember 1-én 1994-ben be fogják csukni a templomot. De Kata atya vállalta, hogy miniszterel a templomnak, ameddig bírja, ezért a templom nyitva maradt 2002-ig. Ő meghalt áprilisban, és hamarosan azután tartották az utolsó misét 2002. július 7-én. A következő részet meg angolul fogok folytatni.